A friss KSH adatok szerint a magyar gazdaság továbbra is technikai recesszióban van, az előző negyedévhez képest és a tavalyi első negyedévhez képest is csökkent a nemzeti jövedelem. A magyar gazdaság nagy bajban van, ez pedig az orbáni infláció egyenes következménye. Az orbáni infláció emeli az energia, az üzemanyagok, az élelmiszerek és minden más árát is, emiatt van ma tetszhalott állapotban a magyar gazdaság. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány azért dolgozik, hogy letörjük az orbáni inflációt, és ne az árak, hanem a bérek és a nyugdíjak emelkedjenek. Amíg az Orbán rendszer marad, addig maradni fog az orbáni infláció is, hiszen ez az orbáni politika emeli az árakat és okozza a válságot. Csak egy szociáldemokrata, fegyelmezett, kormányzóképes alternatíva tudja elérni, hogy az áremelések országa helyett végre a bér- és nyugdíjemelések országa legyünk, és végre kiszabaduljon a magyar gazdaság a recesszióból.